Здравствуйте, дорогие друзья. Наш воскресный вебинар долгожданный, как всегда, в студии доктор Михаил Лайтман. Jó napot kívánunk, barátaim! Újra a webináron találkozunk, Rav Lajtman velünk van, mondja Szimka. Egy érdekes témánk van. Много подключений у нас, групповых подключений. Москва, Киев, Минск, Екатеринбург, Красноярск, Одесса и так далее. 30 городов. С нами Mondják, hogy milyen városok vannak velünk. Осень 2015, зима 2016. Новый курс. 30 nagyon komoly kapcsolatban vagyunk most. Перевод на 20 языков. Különböző szemesztereken lévő az orosz... Tehát május 1-e általában otthon töltjük Oroszországban. Mindenféle demonstrációk vannak szerte az országban, Oroszországban. De a pszichológia és a kabala ez a témája a mai webinárnak, akkor kezdjük ezzel. Даже в собственной квартире. Tehát, сверху ремонт, снизу брань, слева скандал, справа пьянка, желание сбежать. Tehát mi nem találunk egyetlen helyet, még a saját házunkat sem. Как наполниться силой? Még hogy lenne a partiban van egy, bocsánat, a földszinten van egy parti, az emeleten pedig én vagyok. Hogyan tudok úgy élni, hogy mindenki más boldog, csak én nem vagyok boldog? A mi időnkben mondja Rav. Az különbözik minden más időtől, az emberek valóban távol vannak egymástól, mivel a tévé olyan, amilyen, van ugyan telefonunk, különböző játékaink, amiket egyedül kell játszani. Még a ételt is állandóan csak rendeljük. Csak nagyon kevesen vannak, akik nem érzetnek depressziót, legtöbben orvoshoz járnak, tehát minden automatikusan működik az életünkben, gépek vesznek bennünket körül, és ezek eltávolodtak egymástól. Tehát végső soron ez megadja az embernek a lehetőséget, hogy amennyire csak lehetséges, olyan kevés kapcsolatba kerüljünk a másik emberrel, mert a kapcsolat az egyre nehezebben kivitelezhető, azért mert az egón közben annyira megnőtt, hogy már nem is tudjuk elviselni a másikat. Tehát azt láthatjuk, hogy a kapcsolat országok között, nemzetek között, különösen emberek között, és családok között, gyermekek és szülők között, mindenütt ezek a kapcsolatok egyre türelmetlenebbé váltak, senkinek nincs semmihez türelme. Az emberek valóban felrobbannak a türelmetlenségtől és idegességtől. Új kultúra jelent meg, új a viszonyokban, az emberi viszonyokban, ahol az emberek alig beszélnek egymással közvetlenül, és azt is nagyon durván beszélnek egymással. Tehát én látom, hogy mi történik más országokban, amikor járok arra felé, hogy a parlamentben hogy képviselkednek egymással, a politikusokon berekednek, ahol különleges törvényeket kéne hozni és betartani, hogy ezek hogy szidják egymást, minek nevezik egymást. Azonnal mindenki bírósághoz fordul, mert az emberi viszonyok nem működnek. Tehát nem tudom, milyen kifejezést használjak, ez így működik sajnos, magyarabb, és a családok, a barátságok, az iskolák, a gyerekek, ahogy az emberek az autóban vezetnek, ezek mind-mind egyre durvábbá válnak egymással, és ami érdekes, hogy az emberek megszokták már ezt, az emberek egyre jobban keményebbé válnak, élesebben fogalmaznak. Valaki mond nekem valamit, mondja, mondjuk 10 évvel ezelőtt el sem viseltünk volna olyan dolgokat, amiket egymásnak a fejhez vagdosunk. Ma viszont mondja, akinek mondják, meg aki mondja, szinte ez új normává vált, normál dologá vált durvának lenni egymással, már nincsen, megszűnt az etika. Tehát egyszerűen jutottuk abba az állapotba, ahol a világunk, mondja, egyszerűen vaskossá vált, keményé vált. Az ostobaság jelent meg benne, és természetesen ez növelte az idegességet az emberekben. Oké, mondja Szimka, egy új szintre emelt ez. Természetesen, mondja Rav,
Tehát láthatjátok, hogy mi történik a televízió csatornákon, a színházakban. Eltűntek az öreg klasszikusok, tehát csak valami modern, általában az erőszakról szóló filmek jelennek meg. Tehát látjuk ezt mindenütt. Az összes televíziós sorozatban és a mozikban, a filmekben. Az emberek egyre vaskosabbá válnak, keményebbé. Oké, mondja Simka, és ezt elfogadva, hogyha ez a dolog megjelenik a barátságban, akkor mit tudunk tenni a barátságban? Nem, mondja rá, mert az ember egy egoista. És hogyha tesz valamit, azt azonnal mindig a saját hasznára teszi. És az egyetlen probléma valójában, hogy az ember, aki mellettünk áll közvetlenül, aki közel van hozzánk elvileg, ennek kivételével csak magunkat látjuk, és még ha neki teszünk jót, akkor azt talán megértjük, hogy mintha magunknak tennénk jót. Ezért lehetséges jó viszonyt kialakítani egy-két emberrel. Oké, de az előző kérdéshez kapcsolódom, mondja Simka, hogy lehetséges sikeres kapcsolatot kiépíteni. Tehát, hogy hogyan lehetünk mi hálásak, hogyha sikerül egy normális kapcsolatot kiépíteni. Erre nem lehet megválaszolni helyesen, magyarabb. A kabala bölcsessége erre azt válaszolja, hogy csak abban a miért, tehát nekünk meg kell teremteni közösséget, egy atmoszférát, amelyben feltárjuk a szívünket, kitöltjük a másikat, dolgozunk vele, és semmi boldogabb dolog nincs a világban, mint amikor emberek összeülnek, és elkezdik érezni a gondolataikban és a közös érzéseikben, hogy valóban közös dologra törekednek. Ki ne álmodna egy ilyenről? Tehát, hogyha mi valóban, ahogy a lány mondja, eljutunk majd a halálos végig, valamelyik ilyen webináron hallottuk, akkor már hiába fogjuk akarni megtenni, hogy ne érjünk ide. Tehát nyilvánvalóan egy oké, de akkor ezek a prioritások, hogy találjuk meg a szeretetet. A barátság valóban, meg a szeretet, valamifajta kapcsolat, ezt többen hangsúlyozzák, hogy legyünk valami kölcsönös egyetértésben, hogy kicsit érezzük át egymást, mondja a érzelmileg, de ami az emberiséget egyé kovácsolja, mindennel meg kell ragadni. A kabala bölcsessége a kölcsönös viszonyokkal dolgozik az emberek között, mondja Musi. Egy csak ezzel dolgozunk, mondja az emberi viszonyokkal, amelyekben feltárható a teremtő, a felső erő, amely kizárólag emberek között fragadható meg. Oké, de ennek megfelelően mondja Musi, akik most néznek bennünket, milyen fajta előnyt kapnak abból, hogyha kabala bölcsességét tanulják, és hogy el tudjam kezdeni használni ezeket az elveket a családomban, amiket a kabalában tanultam, hogy hogyan tudok kölcsönös viszonyokat kiépíteni a munkában, helyesek. Vagy hogyan segít ez nekem? Tehát mindenféle kócsok vannak egyébként, ma mindenki ezt kínálja, mindenféle tanfolyamok vannak, az emberek keresik ezt. Ez a fontos kérdés, hogy az ember hogyan tud a kabala bölcsességével a kölcsönös kapcsolataiban pozitív érzéseket megélni. Érzelmeket, ez a legfontosabb, mondja Musi. Tehát nyilvánvalóan amik viszonylag gyorsan megváltoztatnak dolgokat, és új lehetőséget szülnek. Tehát az ember érezze azt, hogy növekszik, hogy a barátsággal, a szeretettel egy jobb útra térül, ez a fontos kérdés. Hogyan tudja a kabala bölcsessége ezt felkínálni az embernek? Tehát hogyan lehet a gyűlölet felett ezt megejteni? Minden ilyenfajta érzés, amely felébredik az emberben a kabala bölcsességének tanulása közben. Ezen dolgozni kell természetesen. Ez egy különleges módszer, hogy hogyan lehet a negatív érzések fölé emelkedni, és használni pozitívan a többi érzést, és a spirituális emelkedésre felhasználni. Tehát mindaz, ami felébred az emberben, mind pozitív, mind negatív, abban képesek legyünk valójában egy különleges kapcsolati rendszert kiépíteni a teremtővel, és ez a rendszer majd valóban elkezd bennünket másfajta módon kontrollálni és megváltoztatni. Mert felettünk van, ezért minket fog kontrollálni. A viszonyaink, mindegy, hogy milyenekről beszélünk, ezek nagyon fontosak,
Vision azonban ma nem adnak nekünk semmit. Tehát mi, egyedül vagyunk valójában, és meg kell érteni, hogy mindaz, amit teremtettünk magunkban, a világunkban, köztünk, ezek mind annak érdekében kerültek megalkotásra, hogy elkerüljük a helyes megvalósítását annak az erőnek, amelyből ki tudunk lépni a mi világunkban, sem magasabb szintet tudunk lépni. Tehát arra az útra, ahol mi fogjuk a világot kontrollálni, és a mi világunk az a legalacsonyabb szint, és ez valóban a magasabb szintek által van kontrollálva. Tehát, hogy felfedezzük a magasabb szinteket, hogy valóban felfedezzük, tudni kell, hogy egy rendszer van felettünk, amely olyan módon működik, ami megtanulható, amelyet befolyásolni tudunk az igényeinkkel, ezzel, amit a Kabbala bölcsessége megtanít, ezzel foglalkozunk, és a legfontosabb dolog, ami számunkra tehát ez, és ahhoz, hogy ezt megtanuljuk, ezeket az erőket, ahhoz helyesen kell a magasabb szintekkel együttműködni, és folyamatosan hagyni kell, hogy felrázzon bennünket a magasabb erő, hogy képesek vagyunk befogadni azt, és hogy minden egyes alkalommal különböző érzéseket kelt bennünk, akkor ezekkel foglalkozunk, és hogy képesek legyünk ezzel kezdeni valamit ennek eredményeképpen. Tehát nem kell menni semmilyen coachinghoz, nem kell semmilyen más módszerhez, nem fog segíteni semmi magyarabb, azért, mert mindez, ami történik, a magasabb erők kormányzása alatt történik, ezek kontrollálnak bennünket, és csak akkor fognak felemelni bennünket, hogy a kapcsolatot tudunk velük lépni. Oké, de ezek a viszonyok, ezek a viszonyok képviselő a végső cél nem. A kapcsolat köztünk csak egy eszköz, hogy kilépünk egy magasabb szintre, és onnantól kezdve tudjuk korrigálni a saját világunkat, a mi világunkat, a saját szintünkön nem tudjuk korrigálni, de az egész emberiség több ezer éve ebben az állapotban, Szimka. Valaki kérdezi Szaratovból. Tehát el tudom mondani, Rav, hogy hogyan lehetséges egy hétköznapi viszonyban ezt megmostani. Tehát hol lehet érezni ezt, amiről beszél? Én értelek benneteket, kedves Ludmilla, most Ludmilla volt a hölgy neve, rájött, meghaltuk. Tehát lehetetlen úgy élni, hogy nincsen valami kölcsönös viszony, interakció az emberek között, amelyektől függünk, hiszen mi mindig függünk a több emberektől. Mi szeretjük a szociális életet, szeretünk találkozni. Az én véleményem, hogy ezt hogy fogadják el a többiek, tehát ugye azt látom, hogy a többiek érdeklődnek irántam, én megérdeklődök mások iránt. Nem lehetünk csak azzal megelégedve, amit a tömegmédia sugár az irányunkba. Tehát valóban etetnek bennünket mindenféle hülyesége, magyarok. Ami fontos, ami számunkra, hogy tudjuk, hogy mi történik velünk, az ahhoz tudnunk, hogy az emberekben mi történik. Tehát általánosságban mi szociális teremtmények vagyunk a természet által, mert nincs más lehetőségünk, mint hogy végigmegyünk az úton, nem tudunk elmenekülni valami fajta távoli helyre, szigetre, akkor falak mögött élve nem kell foglalkoznunk semmivel, hanem szociális teremtményekként lehetünk létrehozva a teremtményeket. Tehát nekünk korrigálni kell magunkat, hogy képesek legyünk ezt az érzést megragadni. Mi nem tudunk megszökni az emberiség elől, tehát ezért magunkat egyetlen állapotba kell vinni, ebből a nyomorult állapotban vagyunk, Szimka. Oké, na de akkor nyilván a természet is ebben az irányban nyom bennünket. Így van. Az emberek nyilván a saját házukban élnek, mint egy szigeten, nem tudnak semmit erről az egészről, amiről beszélünk. Néha ők elmennek a szomszédhoz, baráthoz, egy-két más családhoz, általában enni, és minden az ember karakterétől függően szokott ez megtörténni. Tehát, hogyha nekünk ilyenfajta emberek vannak a generációban, valóban azonban látjuk, hogy generációra generációra változnak az emberek, változnak az igények, hogy valóban hogy érintik meg egymást, és bármilyen szörnyű, nem tudjuk elviselni egymást, mégis közelebb kerülünk egymáshoz, a hatás egyre erőteljesebb egymásra, ez, amit a kabbalisták tanítanak nekünk. Oké, na de akkor ez egy személyiség kérdése is. Valakiben van, benne van ez a kapcsolati képesség, vagy ki kell építeni, nem? Tehát képesek, hogy mi ezt a személyiséget megteremteni? Nem csak, hogy megképesek, hogy meg kell teremteni. Amatiban van egy kérdés. Ezt nem értettem. Tehát nektek nem semmi módon nem kell megtörni magad, nektek meg kell tanulnotok, hogy lehet helyes módon használni az összes minőségeteket, a lehető legrosszabbat is. Tehát ezek a fajta minőségek, meg kell tanulni, hogy hogyan kell használni őket. Te például, tudom adni egy példát, hogy ön hogy használta a legrosszabb minőségét? Kérdezték Raftól. Természetesen, mondja Raft, a legborzasztóbb minőségeim az, amikor károkat okoznak másoknak, abból élvezek örömet. Oké, na de ezáltal
Tehát örömet érez az ember, akkor kárt tud okozni másnak, és az egónak egy alapvető tulajdonsága. Tehát nem szeretem a másikat, és örülök, ha neki rossz, ha nehézségei vannak. Ezért kárt akarsz okozni neki, azt akarod, hogy neki rossz legyen. Szeretnéd az őt bekeríteni, korlátozni. És itt lép be a kabala bölcsessége, amelyik azt mondja, nem, nem ez az út, ahogy ezt meg kell tenned, ha... Van egy ellenséged, aki ellened fordul, akkor neked meg kell kísérelned korrigálni ezeket a minőségeket önmagadban, melyek... melyek ellenséget tesznek benneteket, és akkor... elkezdhettek egymás felé másképp viselkedni. Magadat kell korrigálnod egy ilyen fajta dologban, nem a másikat. A másik ember, mondja, aki negatív attitűdöt, hozzáadlás mutat a te irányodban, ez azt mutatja, hogy neked kell magadban megtalálnod a megoldást arra, hogy ebben ne legyen formaegyezés benned. Tehát, hogy minden negativitás, ami másik embertől ér, az valójában benned van, és a teremtő ezáltal mutatja meg az embernek, hogy a saját negatív tulajdonsága milyenek. Szimka, nagyon sok jó kérdés jött. Drág tanárunk, tehát én extrovertált vagyok, de körülöttem sok az introvertált ember a kabala bölcsességében, tehát hogyan tudjuk akkor ezt fejleszteni a kabala bölcsessége által, tehát vannak, akik magába húzódók, van, aki pedig kiáradóbb. Tehát ez mindenkinek az ember gyökerének felel meg, nem? Így van, különböző emberek vagyunk, mondja, a gyökerek, az emberek személyiségének a gyökerei mélyen vannak az emberben, és a testet minden egyes emberben valójában ezek a gyökerek vezérelnek. Tehát például van a kegyelm, meg a, tehát a hesed, a necák, ezek a szférák, ezek a terjesztésben nagyon fontosak, a gúra és a hod, meg a, ezek pedig teljesen másfajta minőségek, ezek az introverziónak, a keménységnek, az ítéleteknek a minőségei. Tehát ez a barátokon közik. Így van, a yeshod, mondja, az az egyesítése az összesnek, annak érdekében az ember a markot használni tudja, ez minden pozitív, minden negatívat, mert neki valaki nem tud a másik nélkül létezni, tehát egyik a másik nélkül, az integráció, a tökéletes integrációja pontosan ezt jelenti. Oké, Harkovból kérdezi valaki, ugye Ukrajnából, hogy hogyan lehet fölemelkedni mindennek, vagy hogy kell ezt elképzelni. Hát mindegyik fölé lehet emelkedni, minden viszony felett van a teremtő. Hogyan tudjuk megvédeni a gyerekeket a kellemetlen viszonyoktól, a helytelen viszonyoktól, mert a gyerekek, akik nem tanítják a kabala bölcsességét velünk, mit tudunk tenni? Hogyan tudjuk ezeket megvédeni? Ez attól függ, hogy hogyan nevelted fel őket. Csak ettől függ. Tehát természetesen van az iskola, az utca, a környezet, az óvoda, minden ugyanúgy befolyást gyakorol rájuk. Tehát lehet, hogy te egy bizonyos módon fel akartad nevelni, de az általános mód az hat rá, mindez abban, amit említettünk, tehát a környezettől függ a gyermek. Mégis, hogyha te a gyermekeidet úgy tanítod, hogy pozitív viszonyokat oktatsz neki másokkal, akkor ezen a világon keresztül, a felső világon keresztül ezt elmagyarázod neki, akkor képes egy védelmi maradós kifejleszteni a kisgyermek. Nem mondom, hogy ez egy teljesen természetes dolog. Nyilván lehetnek tört másfajta események az életben. Tehát nem tudom előre megmondani, hogy fog aktualizálni egyes esetekben, de az embernek nyilvánvalóan, aki egy jó irányultságot kell beállítani a gyermekben más emberek irányába, tehát hogy morálisan viselkedjen, hogy valóban, hogy közlekedjen, vegyük ezt példának. Nyilván el kell fogadni a többieket, hogy mindenkinek egy teret kell adni. Tehát nem magát kell erőszakosan kifejezni. Tehát a felső kormányzással így lehet összefüggésbe kerülni, ha más embereket elfogad. Ez a védelmi lehetőség, ezt kérdezte Szimka egyébként.
Tehát, hogy jó lehetőséget nyitok arra benne, hogy képes legyen nyitottan kezelni a másokat, ez a legnagyobb védelmi erő. Szimka. Oké. Na de akkor az a lényeg, hogy te hogy bánsz másokkal. Így van, mondja Rav. Tehát ez nem mindegy, hogy valaki vadonész 6-szor orba vágod, vagy azt neked cukrot. Nem, nagyon nem mindegy a viszonyban. Tehát neked valóban nem a botot kell használnod, hanem nem félelmet kell valakivel közelíteni, hanem adni kell. És minden kicsi adományozás megtanítja a gyereket arra, hogy az adokozás a legerősebb erő. Oké, tehát akkor van egy minőség. Ezt nem értettem, nagyon gyorsan beszélnek. Tehát ugye az irítség, meg ezek nagyon borzasztó minőségekkel is válhatnak. Tehát ha valakiben van egy szándék arra, hogy állandóan a másiktól vegyen el valamit, hogy az elégítse ki az embert, a gonoszság, hogy minden vágyával, hogy elvegyen a másiktól, és hogy bántsa a másikat, nyilvánvalóan az ember magát is megöli néha, annyira borzasztó érzés tud ez lenni, hogy a többitől nem tudja elvenni, amit akar. Mit ajánl ön? Mit ajánl ön erre? Mit ajánlok, magyarabb nevetve? Hogy nem kell revansot venni, vegyétek. Tehát az emberek mindenképpen el kell kerülnie a revansot, az elégtételt. Ez a legborzasztóbb dolog, ami történt az emberiséggel. A bosszú. Tehát a saját egódon vegyél revansot, ez a megoldás valójában. Ami... Oké, tehát ezen a fajta módon rajta kell venni a port először, mondja a Szimka. Így van. A Tórában le van írva, mondja a... Hogy az egyik arcodat megütik, tartsd a másikat, ugye? Tehát hogyan kell használni ezeket, hogyan kell ezt interpretálni, nyilván ez egy fontos dolog. Tehát nekünk általánosságon meg kell érteni, hogy mit jelent ez az érzékelés, mit jelent a... Mert az emberben valóban megszületik ez nagyon hamar, és állandóan emlékezni a revans érzésre, állandóan kell emlékezni az általános rendszernek a jóságára, és hogy hogyan tudjuk... Nagyon nehéz ezt elmagyarázni helyesen, hogy a negatív minőségek, amikor megszületnek bennünk, hogyan lehet pozitív módon felhasználni. Tehát a legfontosabb dolog, hogy valóban helyes módon magyarázzuk ezt el. Mi történik, hogyha az emberben megjelenik a negatív erő a családja ellenében? Tehát mi kell tenni magammal, hogyha azt érzem, hogy... Tehát ha valaki ugye most revansot kéne venni rajta, akkor mit csináljam? Tartsam oda a másik felét is az arcomnak. Tehát ha valaki rosszat tett a családommal, nekem pedig az egómmal kell dolgoznom, akkor hol van itt az egó, és hol van az igazság? Persze, a család az te vagy, mondja rab. Tehát az, aki a te egódnak kárt okozott, ugye? Tehát akkor hálásnak kéne lenned, magyarabb, hogy kárt okozott az énednek, és meg kell látnod, hogy az ő hozzáállása hogyan nyilvánult meg benned, hogyan okozott benned szenvedést, de nyilvánvalóan fölé kell emelkedned a saját egódnak ilyen módon, hogy ezt ki tud értékelni, és nyilván helyes módon megtanultak abban, hogy kell viselkedni. Oké, na de mondja Musi, hogyha a természetben sokszor előfordul az ember természetében, hogy valaki megöl valakit a családban, ugye akkor vért kíván, az emberek mondják, a családok egymás ellen fordulnak. Ilyen helyzetben mit tegyenek az emberek? Tehát ez egy szörnyű konfliktusnak a elindítója lett évszázadokon keresztül. Még egy ilyenfajta helyzetben is, mondja az, aki valóban előre halad és spirituálisan, annak helyes módon kell megítélni, ami történik. Mert ezek a megnyilvánulások azok,
amik valóban megtörténnek, igazából azonban az ember soha nem tud elvenni senkit. Minden, mindig a teremtőtől kap mindent. Nincs más rajta kívül. Ez az, amit végig kell gondolnunk, hogy hogyan kell viszonyokat a teremtővel képíteni. Nem a többiekkel, mert a többiektől nem kapunk semmit. A másik ember csak egy lehetőséget teremtő adjon nekem. Tehát ő, az én esetemben a másik ember néha angyal. És hogyan kell nekem a helyes módon viselkedni a másik ember, hogy a teremtő velem tudjon helyes módon viselkedni. Tehát nekem mindent így kell, minden kihívást így kell megvizsgálni. Valójában nincsenek is emberek a világban, csak bábok, amelyeket a teremtő mozgat, hogy engem fejleszem. Tehát nekem így kell látnom őket. Oké, na, de valami törekvés megjelenik egy másik emberben, hogy rosszat okozza nekem. Ha te bosszállás módon reagálsz, akkor te magad is egy bábú vagy, semmi más. Tehát lényegtelen, ami történik, barátaim, higgyétek el, ki az értékelés minden. Minden ezen azon a szinten való értékeléstől függ, ahogy te látod őket. Tehát neked minden tényből lehetőséget kell, de megragadod. Minden problémát, amit a világban látok, ma erre kell felhasználni. Tehát tegyük az ellenkezőjét, amit eddig tettünk. Kezdjük el helyes módon viselkedni velük, és ahelyett, hogy fájdalmat okozunk a másiknak, hogy revansot veszünk, elégtételt. Egy kicsit másképp viselkedjünk. Egy üres terület van, amit a teremtő vár, hogy mivel töltesz te ki. Az én válaszomnak a teremtőnek kell lenni, nem a másik embernek kell válaszolnom, meg kell értenem, mondja Rav. Hogy én értek mindenkit, hogy hogyan érez ilyenkor, de menjetek el például terjeszteni, és ha terjeszteni kezdtek, akkor rögtön az emberekhez tudtok fordulni. Példákat láttok az emberekben, meg tudjátok őket győzni, és nektek lehetőségetek lesz példákat használni az ő számukra, hogy erre meg arra megtanítsátok őket. De itt is sok történik mindenféle dolog. Nyilvánvalóan a terjesztés rendben a tömegekkel is lehet dolgozni. Amikor én magammal dolgozok, akkor nekem nincsen ellenségem, csak én meg a teremtő. Tehát amit ön mondott, ez úgy hangzik, hogy először lépek túl magamon, aztán fordulok a teremtőhez. Hát pont a másik kép kell viselkedni. Én azt gondolom, hogy mindig azt kell látni, hogy a világot egy inverz formában látod, ez meg a te tulajdonságod. Oké, na de Rav, a legfontosabb dolog itt, hogy a legfontosabb döntésünk, hogy nincs más rajta kívül. Tehát egyetlen erő van, amely mindent okozott az életben, mindent ő intéz, és én csak vele állok kapcsolatban, a többi az mindegy bábú ebben a játékban. Oké, akkor az egón fölé kell megkedni, mondja Szimka. Tehát nyilván másképp nem megy, csak mindig a saját egón fölé emelkedve szemlélem a környezetet. Így van. Vagy pedig kiválasztom a helyes környezetet. Mit jelent az, hogy helyes környezet? Itt jelent a helyes környezet kiválasztása, ahol nem érhetnek ilyen inzultusok. Rav. Tehát azok az irigység, gyűlölet, ezek azok, amelyek borzasztó érzések, de írva van a Kabbala bölcsességében is, sokat ír a Kabbala bölcsessége erről, hogy ezek a legérdekesebb érzékelések, amelyek a korrekciót elhozhatják az emberbe. Szent Péter Váró kérdezi valaki. Ön már 30 éve tanár, megtalálta a nyelvet a tanítványokkal, és nagyon sok mindenre tud választani ezen a módon, vagy majdnem mindenre. De a Kabbala hogyan kínál megoldást akkor, hogyha mi nem tudunk másfajta módon kérdezni? Tehát mi nem tudjuk ezt a nyelvet használni, amit ön. Én valóban... Tehát nyilvánvalóan a probléma mindig az, hogyha megvizsgáltuk például a tanárokat az iskolákban, hogy itt az oktatásra és a nevelésre vannak súlyos problémák, mert senki nem foglalkozik a neveléssel. Tehát nyilván ellen a kérdés föltette, nyilván megpróbál ilyen disziplinákat alkalmazni, az emberek elutasítják ezeket. Miért kéne figyelni erre a hölgyre, miért kéne
meghallgatni, miért kéne udvariasnak lenni velem, mert ő teljesen másról dumál, mint a maradt csöndbe, mondanak neki mindenféle súlyos értést. De miért így viszonyunk egymással, miért így beszélünk egymással, nem is gondolnák, hogy ez rossz. Na az emberek még csak idegesen lesznek ezekre a szavaknak a használatára, ezek hétköznapi nyelvezetű beszédek. Miért kéne másképp viselkedni vele? Miért, mondja Cimka. Tehát a tanárokat sokszor ég ilyen indultusok. Ez így van. Tehát akkor, ha nem lesz ideges, akkor mit tegyen? Rav. Rav. De az iskola az nem nevel. Az nem nevel föl a gyerekeket, hanem nyomás alá helyez. Na de hát pontosan ez az, amit neki értenünk, hogy milyen környezetben kéne nevelni a gyerekeinket. Ha. Itt nyilván van alapvetően meg kéne ragadni a gyerekeket, és minden áldott nap. Én nem tudom, hogy a iskolájára alkalmas-e ma, de még az óvodától kezdve két órát naponta le kéne ültetni, és magyarázni nekem, mi az ember, mi a személyiség, mit jelent a férfiaknak, a nőknek a pszichológiája, hogy lesz valaki fiatal férfi, fiatal lány, felnőtt férfi, felnőtt lány, mi a kapcsolat köztük az öregek és a fiatalabb gyerekek között, milyen kapcsolatnak kell lenni. Tehát a természet szempontjából kéne megtanítani, hogy hogyan működik mindez, és hogyan kell nekünk transformálni magunkat ebbe, hogy ezáltal korrigáljuk magunkat. Ez az, ami megadja nekünk a korrekciót, minden negatív impulzussal szemben, amit ér bennünket. Oké, tehát akkor le kell ütni a gyerekeket és workshopot adni őket, kérdezünk a rab. Így van, tehát workshopot is lehet tenni, ha megbeszéljük velük, és akkor egy oktatási rendszert kezdünk el alkalmazni, és akkor nyilvánvalóan a nevelési rendszert kell megreformálni. Én megértem, mondja Ralf, hogy minden egyes évben mi egyre nagyobb és nagyobb eltérést látunk a mostani iskolai rendszer és a kívánatos között. A következő téma, mondja Boris, hogyan viszonyuljuk, amikor milyen folyamatot, ezt nem értettem, ez a rossz oktatási rendszer. Ez rosszul van interpretálva, tehát amikor károkat okozunk a másiknak ezáltal, mert ő nekem kárt okozott, tehát nyilván itt tehát a büntetés rendszeréről van szó, tehát nekünk hálásnak kellene a másiknak, mert az jelzést adott nekem, hogyha ő kárt tudott nekem okozni, hogy ez a minőség, amit ő megnyilvánított felém, az nekem kárt okoz, mert ha én helyes módon tudnám korrigálni ezt, akkor semmi nem tudna nekem kárt okozni, semmit tudna befolyásolni. Tehát akkor teljes egészében képes lennék kapcsolódni ehhez, képes lennék kilépni a haragomból és minden másból, amit a károkozást okozott, ami a kár a mások okozat nekem, tehát, és akkor egyfajta ideális állapotba kerülnék a reakciómat tekintve. De most mondja, ha valaki tesz valamit, akkor nyilván ez felbosszant engem, vagy közvetlen módon nyilvánvalóan nem szól másról, mint a saját korrigálatlan állapotomról. Tehát ezáltal nekem kell korrigálnom a világot magam körül, mert nekem abba kell hagynom a saját negatív minőségeinek a megtekintését a külső világban, és ehelyett, a borzasztó világ helyett hirtelen elkezdek látni egy spirituális világot, az égtelen világot, amelyben minden lehetségesé válik, mitől függ mindez, ez kizárólag a saját személyes minőségnek a korrekciájától fog függeni, nem más a korrekciájától, mivel a világ az valóban az én belső világomnak az inverze, amit én még nem korrigáltam, azt látom magam körül a világban. Hú, ezt nem értettem most. Nem hallottam. Tehát nekem nem kell reagálni, nem kell választ adni semmire. Nekem valóban magamat kell korrigálni. Tehát ha valaki kívülről egy bizonyos módon viselkedik velem, azért, mert magamban látom a korrigálatlan minőségemet, erre kell gondolni, és hálásnak kell lennem azért, mert megmutatták nekem, hogy mi az, amit nekem kell korrigálnom, Lusi. Mi a gyökere ennek a félelemnek, amik az emberben megjelennek? A félelem az a legnagyobb egoista minőség, amely a vágyak mélyéről, az örömszerzés vágyából fakad, és attól, hogy kifejezetlenek maradnak. Ez az alapja a félelemnek. Az alapja
Mindenféle félelem neki? Majd... Tehát azt mondtuk, hogy az ego... Többféle félelem van. Mitől fél mi valójában? Egy kabosta mitől fél? Hát, ami a szenvedéstől félünk, a saját vereségünktől félünk, magyarabb. Tehát az énnek a vereségétől, így van, magyarabb. Csak az énnek a vereségétől. De milyen fajta transformáció kell, hogy az ember ezt ne érezze? Na. Ez a vágyainkat befolyásolja, a félelem is. A megszerzés az alakozásra a vágyainkat befolyásolja, a szándékok. Tehát nyilvánvalóan annak az érzékelése, hogy én nem kapok kitöltést, az, hogy én nem tudok örömet elérni, ürességet érzek, ettől félek. Oké, na a kabala módszere, akkor hogyan kezeli ezt a félelmet? Hogy a teremtő küld rám ezt a félelmet? Tehát mit mond a kabala arról a módszerről? Hogy emelkedek fölé a félelmeinek? A félelemnek a gyökere, hogy is mondjam, az a... annak az érzésnek a hiánya, nem érzékem a teremtőt. Tehát a fénynek az érzékelésnek a hiánya, hogy szükségem van valóban valamire, ami kitölt engem, de valamilyen oknál fogva nem érzem ezt. Tehát nyilván van egy üres vágyam maradt, és az érzi a félelmet, abban jelent meg a félelem. A félelem tehát egy érzékelése az hiánynak, a kitöltés hiányának, amit és éreznem kell. Oké, na de akkor a kamosta nem fél semmitől, nem? Hát miért kéne figyelni, miért kéne félni, mert ő pontosan tudja, hogy hogyan működik. Oké, de akkor túllépett a félelmeim? Hát egy dologtól fél, nem? Attól, hogy nem tudja a teremtőt szolgálni. Így van, tehát a bukástól fél. Tehát annak, hogy a következő lépésre tud felemelkedni, attól fél a kabalista is. Oké, na de ezzel... De a teremtő feltárása, mit lehet kezdeni a félelemmel? Mi van ezzel a félelem, ami így megjelenik? Nem, amit te érzel, mondja Rav, ilyenkor, ami az ember félelemmel tölti el, az csak egyetlen dologgal tudod ezt a félelmet kezelni, amikor rájöttél, hogy nincs más rajta kívül. Tehát van egy nagyon samáti cikk, amikor a félelemről szól, ami eléri az embert, és hogy mire van szüksége az embernek arra, hogy elképzelje, hogy nincs sötét erő a világban, csak is kizárólag a teremtő feltárulásától kell félnünk, az egyetlen sötétség. Oké, de hogy értük ezt az állapotot, hogy mikor ég ezt az állapotot, hogy nem tudunk tenni semmit? Nem, hát az egyetlen cselekedet, amire szükséged van, hogy megkísérjük feltárul a teremtőt. Boris, valaki nem tudom, honnan kérdezi, Tbilisiből. Мысль о том, что позор может покрыть фамилию, приводила дворянин к любым действиям. Почему так болезненно проявляется в человеке? Так, мы козамбре кондикошек леснек, аккор... Аккор, мия азам ели резембек, мира, мира лит мег могут эземберек? A szégyen miatt? A szégyen az az egóra mért külön csapás, ami valóban az egóra mért hatalmas ütés és fájdalom. Nincs erősebb ütés, mint hogy kirépünk az önszeretetbe és belépünk ebbe a cselekedetbe. Tehát az emberek valóban inkább meghalnának, mint hogy érezzék a szégyent, és sokan meg is teszik. Tehát, hogy túl kelljen lépniük az egójukon, inkább megölik magukat. Tehát ez egy nagy szégyen, hogy így van, de és ez nagy hiba is, amikor valaki így lesz öngyilkos, de az emberek mégis ezt teszik magukkal. Tehát mikor érzi ezt az ember, hogy már teljesen reménytelen az élete? Az egyetlen dolog, amit tudsz tenni, hogy állandóan a forrásokhoz fordulsz. A teremtő az, aki okozta ezt a nehézséget neked, tehát neked a teremtőhöz kell fordulni, tehát hiába ölöd meg magadat, mert akkor nem változik meg semmi. Visszakerülsz ugyanebbe a helyzetbe. Csak a teremtő fogja tudni megváltoztatni ezt. A bábuk se változtatják meg az ember életét, aki körülveszi téged. Tehát általánosan mondva, minden egyes embernek a teremtővel a viszonyát kell letisztázni. Közvetlenül a teremtővel kell kapcsolatba kerülni, mert ő az egyetlen, aki ő tette veled ezt, és aki megoldja ezt. Tehát aki veled szemben van, az csak egy bábú, nem tud neked okozni semmit. Ő egy színházban egy színházi szereplő bábú. Hogyha te elkezdesz minden cselekedet mögött elcsípni a teremtőt, akkor a madzagot mozgat a teremtőt látod, aki mozgatja a babát. Oké, na de az embernek a környezetekkel munkát végezni? Milyen fajta környezettel, magyarok? Hogyha mi arról beszélünk, hogy hogyan fedezzük fel
azt, hogy mi van a világ színpad mögött, mi mozgatja ezt, mi van a színfalak mögött, magyarabb. Ez az, amit nekünk fel kell tárni, hogy a színfalak mögött mi működik. Tehát ne akadjatok el a körülötted lévő emberekkel, mert kik ők valójában, mondjanak. Nekem egy dologot kell foglalkoznom, hogy felfedezzem az egyetlen cselekvő erőt az egész világmindenségben, az a Teremtő Isten. Tehát nektek fogadatosan ebbe az irányba kell mennünk. Lényegtelen, mi történik, milyen történésekről beszélünk, minden ide vezethető vissza. Tehát egyetlen viselkedés van itt, ami alkalmas, hogy minden mögött a Teremtőt kell látni. Oké. Egy kapcsolatba kell lépnünk az emberekkel, hogy meglássuk az embereket. Hát miért lépni másképp kapcsolatba velük, magyarabb? Hát, hogy a Teremtőt tárt föl mögöttük, mert ők valóban egy-egy baba mindegyik, és nekem meg kell látni azokat a zsinórokat, amikkel mozgatják őket. Neked nem kell más módon húzni az egyetlen emberre sem. Tehát ő egy angyali erő, amelyeket mozgatja a Teremtő, és a madzagot a Teremtő rángatja. És akkor ő, vagyis a másik ember, a Teremtővel való kapcsolatot fogja megadni. Ez az, ahogy fel kell fedezni az én függetlenségemet, az igazi valóságomat, az igazi identitásomat, a valóságomat. Tehát valaki azt mondja nekem, hogy hú, akkor mit csinálják, én megijedek és reagálok erre, hogy mit ijeszgetsz. Tehát ő is csak egy baba. Oké. Nyilván Petrózov kérdezi valaki. Milyen fajta viszony, tehát milyen fajta választ kell adni arra, hogyha a két oldal viszonyokban, tehát nyilvánvalóan, hogyha én ebben a világban létezem, és egy bizonyos fajta üzleti kapcsolatba kerülök valakivel, akkor nyilvánvalóan ez az ember, a kapcsolatom ezzel az üzlettel. Először is másodszor nekem nem kell gyűlöletet éreznem, ha valaki átver, erre volt a kérdés, tehát ha valaki átver, nem kell revansot se venném róla, mert ő így viselkedett velem, és nekem a Teremtőtre kell fordítanom a tekintetemet, és azt kell mondanom, hogy a Teremtővel kell valamit letisztáznom, mert erre figyelsz valamire. Tehát így a Teremtővel kell jó viszonyban maradnom, nem érdekel a másik ember. Tehát nekem egy ajándékot adott azzal, hogy átvert a másik, mert így tudok előrébb jutni. Musi. Oké, na de folytatom akkor ezt a viszonyt vele, aki becsapott, és... mit csináljak? Nem, magyarabb. Ez az ilyen ember, meg megvan a maga szerepe velem, és hagyni kell, hogy ő tegye a magát szerepét, de nem velem. Oké, tehát akkor mi az a minőség, ami nekem szenvedést okozott? Tehát nyilván egy idő után már nem kell szenvedned, hanem analizálnod kell, mi történik veled, meg mi miért történik, és ennek meg fel kell viselkedned, Musi. Oké, de a mi világunkban... A világ törvénynek megfelelően kell reagálni. Tehát ha van egy üzleti probléma, akkor elmegyünk az ügyvédhez, és előtétet próbálni, menteni tudunk. Persze, ezt is meg kell tenned. A törvények, a lehetőségeket ki kell használnod. Akkor megteszem, amit kell tennem, nem? Mondja Musi. Tehát nem kell kapcsolatban maradnom ezzel ilyen emberrel. Ennek a világnak a szintjén nyilván megszakítod vele a viszonyt, és elismered bírósághoz, elítéletet nem vetsz rajta. Oké, tehát akkor elmehetek a bíróságra, és beperelhetem őt ezért. Igenis, és nem is, mondja, van a dolgok, amire igen, van, amire nem. Tehát Bála Szolám levelében le van írva világosan, hogy a Teremtő megadta ezeket a törvényeket a világban, és ezeket úgy kell használnunk, hogy minden minőséggel a felső minőséghez kerüljünk közelebb, ez a 15-ös levél. Oké, na de akkor belül korrigáljuk azt, ami történt, és kívül pedig nyugodtan viselkedünk ennek a világnak a törvény alapján. Így van, magyarabb. Egy barátunk kérdezi Azerbajdzsánból. Hogyan tudunk mi az egóval úgy dolgozni, hogy fölé tudjuk emelni minden gyűlöletnek, minden negatív érzelemnek, konfliktusnak. Rav. Drága azerbajdzsán barátaim,
Mit tudok neked mondani? Neked el kell olvasni az anyagokat, a teremtőnek az egyediségét kell megragadnod, nincs más erő, nem is létezik más rajta kívül, és neked azért kell tanulni ezeket, hogy képes legyél magadban kialakítani helyes hozzáállást a világhoz és a teremtőhöz, hogy hogyan láthatod helyesen a felső kormányzást. Oké, Szimka. Tehát a teremtő nyilvánvalóan egy csomó negatív dolgot tesz elénk. Hogyha ő az egyetlen erő, ugye ő az, aki megnyilvánul a világban mindenkinek az irányába, hogyha azt látjuk, hogy az egész emberiséget a teremtő mozgatja, akkor, és hogy vannak benne emberek, akik működtetettek, jobban és kevésbé van, van egy hierarchia, tehát minden a teremtő kezében van, és ezen a keresztül meglátható, hogy ez a kölcsönös, összefüggő működtetés a teremtővel való együttműködés hogyan valósul meg? Szimka. Oké, tehát akkor nekem hálásnak kell lennem azért, mert ő mondjuk mutat nekem a saját egoista betegségemet feltárja. Így van. Így tudok közel kerülni a teremtőhöz és a kollekcióhoz is, hogy megmutatja nekem a saját belső minőségeimet. A teljességet, a tökéletességet és azokat a dolgaimat, amelyek nincsenek ebben a teljességben és tökéletességben. Tehát a Szimka. Oké, de akkor az egón keresztül látom az, ego, az egót, nem? Így van. Vagy az ego világot az egón keresztül látom. Szent Péterben kérdezik, hogy tehát újra és újra harcolok tulajdonképpen a saját egom ellen. Így van. Tehát alapvetően a helyes módon kell megtanulnunk viselkedni és személyesen megnyilvánulni. Tehát arra van szükségünk, mondja, hogy nyugtassuk le magunkat mindenek előtt, akár is történik. Tehát csak kell fel neki megmondani, hogy viselkedjünk a többiekkel. Nincsenek olyan állapotok, ahol hogy jön egy ember és azt mondja neked, hogy neutralizáld le magad, és akkor... Tehát neked kell megtalálni a helyes viszonyt, és erre kell törekedned. Tehát ezt fogja korrigálni a lelkedet. Neked nem kell törekedned semmi másra, a lelked korrekcióra kell törekedned. Nem kell foglalkozni azzal, hogy... Tehát a kormányosra kell törekedned, az országgal sem. A saját lelked korrekciójával kell törődnöd, és akkor, ha a lelked korrekciójában helyes viszonyt építesz a teremtővel, akkor az országoddal is helyes viszonyban leszel. Semmi más nincs, itt amire figyelni kell. Alexei kérdezi valahonnan, egy nagyon hasonló kérdés ez. Tehát nem kell senkivel, tehát senki más nem kell megbeszélni, mert hanem magammal kell ezt elrendezni. Te meg a teremtő. A saját magad korrekcióját magaddal kell megbeszélned. Nincs szükséged másra. Tehát mi van akkor, amit utána a börtönbe? Képzeljétek el ezt a helyzetet. Adjanak egy komputert, adjanak egy könyvet, és akkor én már is érzem magam börtönben, mert a komputeren keresztül kapcsolódok mindenkivel. Tehát gondoljátok bele, én magam is bezárom magam, hiszen 30 percet kijöjjön az utcára sétálni, többit veletek vagyok. Valahol kapcsolatban, állandóan. Oké, de három lecke is van, oké, na de az interneten keresztül is megtudom ezt ragadni, ugye? De hány emberrel kell kapcsolatban lennem ahhoz, hogy feltárnám a teremtőt? Hány emberrel kell kapcsolatban lenni, hogy a teremtő feltáruljon? Tehát, hogy hány emberre van szükségünk? Tehát hányszor egy évben elmennem, vagy hetente elmennem hozzájuk? Először is olvasd el az arabos cikkeket, amiből ki fog derülni a szociális írásokból, hogy mit kell tenned, Musi. Oké, na de mondjuk van 10 ember, akkor 10 ember elég arra, hogy feltárjon a teremtő? Tehát nem kell az egész világgal kapcsolatban lennem? Rav. Nyilvánvalóan, pontosan ezen az ünnepen keresztül, a Pészakon keresztül tanultuk, hogy a módszerhez a teremtő feltárásod elég 10 ember, és 10 embert kell összekapcsolni igazán. Kérdés. Ha van egy negatív kapcsolat, ami engem megállít, akkor mit kell tennem annak érdekében,
hogy fixáljam ezeket a viszonyokat, amiket nem is nagyon értek. Hogyan tudok én segíteni a fiamnak egy ilyen helyzetben a kabala segítségével, hogyha ilyen helyzetbe kerül, mint én? Egy nő kérdezte. Érezzetek kell egymást, egymásra kell gondolni, és teljesen is a fiadra kell gondolni. Egy olyan fajta módon, hogy is mondjam, nagyon rosszul hallom egyébként, sajnos. Tehát, hogy milyen fajta benyomásokat tehát érezned kell, hogy gondoskodnod kell róla. És hogy tehát, hogy a kölcsönös kapcsolatod a fiaddal erőssé váljon, és akkor ezzel keresztül a gyermeknek meg tudod adni azt, hogy a kapcsolataink keresztül valóban maga is korrigálni tudja a saját magát. Tehát nyilván a mi generációnak szabadságra van szükség az előző generációktól, a mi gyermekeinek szabadságra van szüksége tőlünk. Tehát az előző generáció adja meg a következőnek, amire szüksége van, és aztán álljon félre. Rabas például, aki az én tanárom volt, az ezt tette velünk. Tehát minden megadott a saját gyerekeinek is, és nekünk is. Tehát jó kapcsolatban akart lenni. Tehát nem kell megmondani, mit tegyenek, hanem nyissuk ki a zsebünket, és adjuk oda, amire szükségük van. Tehát neked úgy kell figyelned a másikra, hogy valóban csak hozzáadni tudja másikhoz, tehát így kell a felső rendszerből tanulnunk, a felső működési rendszerből tanulnunk, tehát ilyen módon kell a felső világhoz fordulnunk. Tehát mindenkinek a saját korrekciára kell. De a teremtő hogy viszonyul? A teremtő is így viszonyul hozzánk. Tehát megad nekünk mindent, amit kell, amit csak ő adhat. Oké, de nekünk imádkoznunk kell, ezek vannak leírva. Tehát mit kell tennünk? Tehát éreznünk kell mindent. Tehát, hogy nincs szükségünk igazából semmire. A kapcsolaton kívül. Tehát a kapcsolat az, amire igazán szükségünk van. Tehát minden ezen múlik, hogy olyan cselekszünk. Tehát minden, ugye az ember eddig a saját érdekében tesz mindent, amíg meg nem változtatja ezt a hozzáállást többé. Oroszországba kérdezi valaki. Tehát úgy kell viszonyulni az emberhez, hogy viszonyul hozzám? Nem, dehogy is. Tehát, hogyha a másik rosszul beszél veled, akkor neked nem kell negatívan beszélni vele. Tehát neked mindenképpen meg kell őrizned azt a helyes hozzáállást, amit a kabala tanít neked. Nyilván vannak dolgok, amikor magadat le kell zárnod a másiknak a behatoló erejétől, és így kell helyesen viselkedned a másikkal. Tehát mindig a körhöz kell visszatérni, ha valamit korrigálni akarok. Így van. Egy kérdés. Mennyit kell a kapcsolatokon fejlesztenem az, hogy feltárjam az Istent a kapcsolatban? Eddig a pontig kell fejlesztened ezt, amikor az egész világot nem érzed a kapcsolatodon keresztül a 10 emberrel, és akkor ezen a kapcsolaton keresztül fel tudod tárni a teremtőt. Nyilvánvalóan itt fel fog tárulni egyre jobban a saját egód, és magadat kell korrigálnod egyre nagyobb mértékben. Ez az igazi belső állapotod, a világot úgy kell látnod, hogy ez egy korrigálatlan minőségnek a feltárulása.
Tehát magadat kell megtalálnod ebben. Tehát akkor van egy személyes kérdés, Hollandiában kérdezi valaki, Jennifer, hogyan értem meg azt, hogy... Tehát alig tudunk egymással törődni a barátommal, mit kell tennünk, hogy ne törjön el a kapcsolat, és hűségesek legyünk egymással. A kapcsolatnak a minőségét kell megtalálni köztetek, tehát... Olyan módon kell egymásért dolgozatok, hogy ezt a játékot fent tudjátok tartani egymás között. Hát nézzétek meg, hogy ő mekkora életteret hagy neked. Nyilvánvalóan neked kell látni, hogy te vajon mekkora életteret hagytál neki. Ezen a módon működhet. Tehát nyilván egy kölcsönös egyetértés kell, hogy kialakuljon, egy ilyen szövetség köztetek, és így tudtok leválni az egótokról, és csak is a kölcsönös egyetértésben tudtok előadni. Oké, na de az azt jelenti, hogy akkor mindenkinek az egója, mint egy kígyó megjelenik itt. Igen, az én tanárom az mindig azt mondta, hogy az ember egy állat, és még az állatok fölé emelkedünk csak kölcsönös szerzését hozni. Oké, nem sokára jön a Oroszországban a konferencia, 7-én, 8-án. Hét orosz és ukrajnai városban. Ez a második szemeszteres tanítványoknak fog szólni, tehát mindazok, akik valóban elkezdték a kabala tanulását Oroszországban, ezt megnyitjuk, egy új szemesztert, tehát jelentkezzetek erre a... És akkor villámkérdések jönnek most, megpróbálok a legtöbbre válaszolni most. Tehát, hogyha valaki beköltözne a házába, mit tenne ön? Én még nem szemesültem ilyen, mondja, ezért nem tudom. Nem tudom. Valószínűleg hívnám a rendőrt, magyarabb, és kizavarnám a házból az idegen. Tehát... Tehát meg kell változni magam, vagy nem? Ilyen, még ehhez a való hozzáállásban is. Hát nekem a teremtővel szemben kell az oldalás megváltozni, nem egy idegen leszem, aki beköltözik hozzám. Mit kell tenni? Mi történik akkor, hogyha ön... Ezt nem értettem. Ezt a kérdést, sajnos nem rúgjatok. Ki ebből kérdezik? Én attól félek, hogy a felső kormányzás megbüntet engem, hogyha rosszul viselkedek másokkal, és szeretem ettől távolítani magam. Magadat bünteted meg, senki nem fog téged megbüntetni, semmiért, magyarok. Tehát nincs ilyen dolog. Az embernek mindig arra kell gondolnia, hogy más nem tudja megbüntetni, csak a teremtő. Azzal, hogy távol tartja magát az embertől. Oké, tehát mi a bűn ebben a világban? Mi a spirituális világban a bűn, és mi ebben a világban? Egyetlen bűn van a spiritualitásban. Az, hogy nem kezelem helyesen az embereket, nem kerülök hozzá közel, és a teremtőt sem kerülök közel. Ez az egyetlen bűn, a teremtőtől való távolság. És egyetlen dolog, amit tudunk tenni, hogy tehát amikor közelebb kerülünk az emberekhez és a teremtőhöz, akkor érezzük a teremtőt is jobban, a rossz dolgokkal meg távolabb kerülünk a teremtőtől, és nem érezzük őt annyira. Az a bűn. Szamarába kérdez valaki, tehát hogyha korrigálom magamat, akkor korrigálom a világot. Ön ezt mondta. Na, de én magamat korrigálom, a világ meg megy tovább úgy, ahogy... Mert mindent nem korrigáltok egyedül. Mert mintha csak senki nem szüksége rám. Tehát én kikorrigáltam mindent, nem is kell nekem ide. Nem, hogy ne lenne? Hát neked kell segítened mindenki máson, csak ők nem tudják ezt. Neked így kell ezt hozzáállni. Tehát így kell, akkor nem érzed magad magányosnak soha többé. Valaki kérdezi, hogy kiderül, hogyha mi angyalok vagyunk egymás rendjében, ha mindent a teremtő korrigál, mindent a teremtő ural, akkor mindannyian angyalok vagyunk egymás közül viszonyban. Így van. Ez így van. De amikor mi valóban közel kerülök valakihez, akkor meg tudom ragadni az ő minőségüket, és ilyen módon
a jövőn valóban a többiekkel kapcsolatban függ. De nehéz az én számomra fizikailag emberekkel kommunikálni, kérdezik a másik ember. Tehát akkor a fogadban segíteni nekem, vagy nem? Hát a teremtővel beszélni, az mindenben fog segíteni, magyarabb. A kabala meg biztosítja nekem, hogy képesek legyek maximalizálni a kommunikációt. Mit jelent az, hogy valaki a kommunikáció géniusza váljon? Minden attól függ, hogy magadat hogy mutat be a külső világnak. Tehát mi a mögött a teremtő van, ha ezt akarod mutatni, ha ezen a módon kezdesz el viselkedni, így kezdesz el hozzájuk kapcsolódni, akkor minden csodálatosá válik. Olvassátok el a cikkeket, nincs más rajta kívül, még több cikket olvassatok, samáti könyveket, és akkor megtalálod a helyes kapcsolatot az emberekkel, és minden jól áll, jól van válni. Viszlát. Jó? Itt a Zsolt, most már ő folytatja. Sziasztok!